Ellehetetlenítik a nagyáruházak a romániai hagyományos kiskereskedelmet. A kisboltok üzleti forgalma folyamatosan csökken, sokra pedig már a lakat is felkerült. A hagyományos kereskedelmi egységek üzleti forgalma 250 millió lejjel csökkent az elmúlt év során, miközben a nagyáruházak eladásai növekedtek. Romániában jelenleg 53 ezer kisbolt működik, csak hogy 2008-ban ennél 20 ezerrel többet működtettek még a kisvállalkozók, csak a tavalyi év során közel 1800 kisbolt zárt be. Ennek a kisboltnak a tulajdonosa azt mondja, amióta az üzlet szomszédságában megnyitotta kapuit egy nagyáruház, bevételei jelentősen csökkentek, lassan pedig már nem éri megvállalkozni. Már az utolsó két évben mind lennébb és lennébb megyünk. Legalábbis egy olyan 30% csökkentés már van. Úgyhogy még már gondolkozunk, hogy mit fogunk csinálni a jövőbe, mert nagyon nehéz. Ezzel szemben az országban 1700 szupermarket és hipermarket működik, üzleti forgalmuk pedig legtöbb esetben felfelé ívelő pályán halad. A kis és közepes vállalkozók egyesülete a polgármesteri hivatalokhoz fordult az ügyben. Az egyesület elnöke arra volt kíváncsi, mit tesznek a hatóságok a kis vállalkozók fennmaradásáért a piacon. Egyetlen polgármesteri hivatal sem tudta megmondani, hogy milyen arányban zárnak be a kisvállalkozások, ami fontos lenne, hiszen a települések gazdasági fejlődéséről van szó. Vagy azt mondják, hogy nem az ő dolguk, vagy pedig, hogy a cég bíróságra tartozik. Amennyiben meg lesz a költségvetésünk, szervezünk egy találkozót a polgármesterekkel, hogy tárgyaljunk és megoldást találjunk a problémára. Hozzátette, ha eddig főként a nagyvárosokban volt aránytalan versenyhelyzet a nagyáruházak és a kiskereskedések között, ma már a kisvárosokban, sőt a nagyobb községekben is versengenek a hagyományos és a modern kereskedelmi egységek.